Szóval akkor ki kell deríteni, hogy hova tűntek a eltűnt két szállítmány, és valószínűleg két raktárban lesz, mint egy felkiáltó jel, akkor biztos valami történik. Vajon mit kell itt csinálni? De lehet, hogy a másik oldalon lesz valami. Apa kétségei a fejezet címe, és itt a dokban meg kell találnunk a raktárak között az eltűnt árukészletet. Feladatunk, hogy megtaláljuk az ellopott cuccokat, és az, hogy legalább egy matrózt elcsábítsunk, az azt hiszem menni fog, és a V-vel aktiváljuk a SAS szemünket, hogy vajon mit látunk. Nyomokat. Nagyit megvizsgáljuk. És itt mennek az áruk. És akkor fel kell derítenünk, ahogy a igazi nyomozóknak, hogy hol van a lopott cucc, amit eltűnt. Azt hiszem aktiváljuk a SAS szemmel, fogjuk ezt mind megcsinálni. A szívecske mutatja, hogy azt hiszem ő lesz az áldozat, akit elcsábítok. Feltöltődött, szóval akkor teljesítettük a... Hopsz, egy kicsit félrelögtem, de azért azt hiszem még a szerelme tart irántam. Még szeret talán, nem enged mindenhol, aktiváljuk a SAS szemet, és megvizsgáljuk a dolgokat. Ez az. Innen vitték tovább a cuccot. Gyorsan megint el kell csábítanom, mert itten gond lesz, már kiszeretett belőlem. Ajaj. Hello. Föltöltődött, oké, nincsen semmi gond. Léci, add, menjek ki, oké, bocsi. És akkor most meg kell lenne valahogy találnunk a maradék lopott árut, kerülve minden konfliktust, mert az a baj, hogyha ilyen ruhában vagyunk, akkor se falra mászni, háztetőre mászni nem nagyon fogunk tudni. És a gyilkoláshoz is igen kevés képességünk van. De most szerintem én meg fogom őket ölni. Puszta kézzel, ha kell. Megfojtottam az egyiket. Kaptam is. De most azt hiszem, hogy úgy véged. Neked is. Ez az. Úgy, de most a... ezekkel gyorsan innen el kellene tűnnem a
környezetükből, hogy valószínűleg, hogy a fal mögött lesz, amit meg kellene találnom. Az. Megtaláltuk. Most Maxent kell megtalálni, és elújságolni neki a jó hírt, hogy az ellopott két szállítmányt megtaláltam. Mindig elfelejtem, hogy falra mászni nagyon nem tudok. Ilyen ruhába. Úgyhogy kénytelen vagyok a földön közlekedni. Kutyus, halló. Valószínűleg a kikötőig kell futnom. Most nem csábítunk. És megtaláltunk Maxent, és átadjuk neki a jó hírt. Hálás vagyok a segítségedről. De hogyan csinált ezt Mademoiselle Grand Prix, de mindegy, nem érdekel. Nyugtassa meg apját, hogy már nem kell aggódni. Ez volt tömörem. Teljesítettük abszolút tökéletesen a feladatot. És elkezdhetjük az elsőt, vagyis elkezdhetjük az újabb memória betöltését. És ki kell vizsgálnom rejtélyes eltűnéseket. A kormányzói kastélyba kell majd bejutnom. You may put your mind at ease, monsieur. The cargo will be delivered on time. A szállítmány megtaláltuk. Hálás vagyok. Talán egy angyal volt. Ó, Evelyn. Az apád cége megmenekült. De én úgy gondolom, hogy most magatokra hagylak. Azt hiszem, hogy össze akar boronálni minket. Megtaláltam azt, aki a hajó eltűnésért felelős. Hogyan segíthetek? Van egy feladat, amit el kellene végezni. Be kell jutni a kormányzói kastélyba este. Felveszem ma a mai legjobb ruhámat. Ne féljen, Gerald. Fel fogunk mindent tárni. Lehetőleg úgy menjen be, hogy ne vegyék észre. Ne aggódjon, Gerald, fel fogok rá készülni. Még egy dolog. Van egy kis ház a kormányzóháza mellett, vagyis kastélya mellett. Ott van egy öltöző szoba, vegye ki. Akkor most elmegyünk és bérelünk egy szobát, egy öltöző szobát pontosabban. Valószínűleg azért, hogy majd a játék történet során minél több
szobát kell bérelni, hogy minél hamarabb át tudjunk öltözni assassinból rabszolgává, rabszolgából úri hölgyé. Úgy kevésbé leszünk majd feltűnőek, elkaphatók az őrök által. Itt ez a kis házikó. És itt kell bejutni talán. Nem? Rossz ajtón kopogtattam eddig. Ide kell menni. És most fizetünk a bérlésért. Tehát van egy öltözőszobánk, és új fent rabszolgaruhába öltözünk. Hát most lehet olvasni, hogy hogyha hölgyek vagyunk, úri lányok, akkor limitálva vannak a lehetőségek, hogy a harcban és mind a fegyverek használatában. Viszont egy nagy fegyverünk van, hogy tudunk csábítani és vesztegetni. Nem mintha a nők csak ezt a kettőt jól tudnák, de hát mindegy. És lassabbak vagyunk, nem, viszont nem vesznek annyira észre, hogyha olyan helyen sétálunk, kevésbé tudunk ugrani, mászni, de gyilkolni is lassabban tudunk. Na szóval, akkor most rabszolgák vagyunk. És most utat kell találni, hogy a kastély felé kell menni. Mi történt? Mit? Jaj, persze. Most névtelenné kell válnom, mert nem számítottam arra, hogy így könnyen észrevesznek engem. Most elbújok. Jéha. Most megúsztuk, és folytathatjuk utunkat a kastély felé, és azt hiszem, tetőn közlekedve fogom én ezt mind megtenni. Valószínűleg azt a rabszolgafiút kell majd követni. Ott megy a rabszolga, akit követnünk kell, vagyis az inast pontosabban, de ügyelni kell rá, hogy észre ne vegyenek, ugyanakkor ott őrök vannak, és ott is. Azért én most itt a tetőn fogok fölmászni, és már megint visszaszámol, ezt nem szerettem soha. Viszont ott is vannak őrök, de most sikerült. Remember,
Emlékszem, hogy az árukat a déli bejárathoz kell, még nyugta előtt leszállítani. És átadott egy kulcsot, és most ugye el kellene lopnom amit az Inas átadott ennek az embernek kulcsot, el kell lopnom tőle, de észre ne vegyen. Teljes névtelenségbe fogok most burkolózni. És kivárjuk, mit csinál. De már megint észrevesz. Ennek hátul is szeme van. Talán most tiszta a terep. És nekiállt barkácsolni kereket. Most lehet zsebtolvajkodni. Kicsit közelebb. És megszületett a megoldás kulcsa problémára. Elloptam a kulcsot. Viszont ugye most őrök vannak. Itt is megy a elrejtőzés. Megérkezünk a célhoz. És egy ellenőrző ponthoz jutottunk. Kolónia árui.